Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Ma Magyarországon legalább 600 ezer roma él, egyes becslések szerint, más adatok alapján a szám akár 1 millió is lehet. Kisebbségben élnek, szociális, oktatási problémáik mindenki számára ismertek. A következő beszélgetés vendégével a roma integráció aktuális kérdéseire keressük a választ. A stúdióban Maka István, a Roma Polgári Tömörülés elnöke. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Jó estét kívánok! Az Európai Unióban 10-12 millióra becsülik a romák számát, úgyhogy az integrációban mondhatni nem vagyunk egyedül. Melyek azok a problémák, amelyek általánosak, és melyek azok, amelyek tipikusan Magyarországra jellemzőek? Én azt gondolom, hogy alapvetően három csoportban, kérdéskörben írható le a roma probléma meghatározása, és a súlyponti kérdéseket talán kiemelném. Az elsődleges azt gondolom a foglalkoztatás területén, az oktatás, lakhatás, szociális kérdéskörben fogalmazható meg. Ez a három egységes témakör az, három-négy egységes témakör az, amelyben jól leírható a romák problémavilága. Magyarországra jellemzően ugyanazok a problémák vetülnek ki, mint Kelet-Európában vagy Európa többi tagállamában, de Magyarország azért egy speciális helyzetben van, hiszen Európa szinten is Magyarország volt az, amely elindított azt a kezdeményezést, hogy végre szülessen meg Európába is egy olyan roma stratégia, amely az európai államokra nézve is kötelezően végrehajtandó programcsomagokat, elemeket tartalmazna. Én bízom abba, hogy az Európa országok ezt prioritásként fogják kezelni, ugyanúgy, ahogy Magyarország, és végre elindul egy olyan folyamat, amely nem csak az együtt gondolkodáson, az együtt működésen, hanem a valós tetteken is alapul, és ebben elengedhetetlen partnerek a romák bevonása, és a romákkal való, a roma vezetőkkel való együttműködés összeborítása, illetve egy olyan komplex stratégiai program kidolgozása, amely a romák polgárosodását elő tudja segíteni. A roma polgári tömörülés az 2000-ben alakult, éppen ezen célok alapján és megfogalmazás alapján, hiszen az alapítók szándéka az volt, hogy a romák a polgárosodását elősegítsük. Az elmúlt 12 évben ezért dolgozunk, és én azt gondolom, hogy ne a származás és ne a születési hely határozza meg azt, hogy ki milyen életpályát fut be, hanem valójában az, hogy milyen tehetséges, mit tud a többségi és a közösségnek, milyen pozitívumokat, milyen töbleteket tud, milyen értékeket tud hozzáadni ahhoz, hogy Magyarország egy fejlődési pályára álljon. Említette ugye, hogy a romák bevonásával kellene kialakítani egy stabil és jól működő integrációs stratégiát. Mennyire nyitottak a romák abban, hogy foglalkoztassák őket, illetve megfelelő legyen akár az ellátásuk is? Én csak pozitív példákat tudok felhozni, hiszen a tapasztalataim azok nagyon pozitívak. A roma közösség szeretne dolgozni, szeretne egy megfelelő egzisztenciális hátteret maga mögött tudni, szeretne a gyerekét iskolába járatni, de mindehhez elsősorban azt a környezetet, jogszabályi és egyéb feltételeket kell megteremteni, ami alapján tudnak integrálódni egyrészt ugye a munkaerőpiacra, az elsődleges munkaerőpiacra, ez egy fontos alapkitétele, hiszen onnét kezdődik minden más egyéb, és én azt tapasztalom, hiszen a Fővárosi Cigány Önkormányzat elnöke is vagyok 2007 óta, én azt tapasztalatom, az a tapasztalatom, hiszen létrehoztunk egy új híd munkaerő közvetítő non-profit Kft-t, ahol jelenleg 1100 regisztráltunk van, igaz, hogy ez egy vegyes csapat, tehát romák és nem romák, hiszen mi nem szelektálunk olyan alapon, aki hozzánk betér és regisztrál nálunk, azokat felveszünk egy adatbázisba, mentorációban részesítjük és kiközvetítjük az elsődleges munkaerőpiacra, és nálunk most jelenleg 1100 regisztrált van, és ennek a elhelyezkedési aránya 30%-os. Tehát ha van munkalehetőség, szeretnének dolgozni, és nyitottak. Én azt gondolom, hogy az a kéz, amit a roma társadalom, a többségi társadalom felé nyújt, az egy őszinte kéz, és én bízom abban, hogy a másik oldalon is van erre fogadókészség. Én ezt tapasztalom, hiszen az elmúlt időszakban nagyon
sok olyan megbeszélést folytattam hazai önkormányzati állami cégek vezetőivel, akik ténylegesen elkötelezettek a romák társadalmi felzárkóztatása érdekében, polgárosodása érdekében, és nem csak szavakban, hanem tettekben is kifejezik ezt, ez nekem megnyugtató mód, és a társadalmi felelősségvállalás az lecsapódik a vállalatoknál is, és érzem ezt a fajta nemzetközi cégek vezetőjével is tárgyalunk, és érzem ezt a fajta elkötelezettséget, ez jó irány, ezt kellene folytatnunk. Ha a munkavállalásról beszélünk, akkor szerintem különbséget kell, vagy kellene tenni a főváros, illetve a vidéki települések között, hiszen Borsodban, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és nagyon sok vidéki településen önmagában is gondot okoz a munkaerő, vagy a munkavállalás, nem hogy a romák területén. Tehát hogyan lehet ott boldogulni? Nem egyszerű kérdés, illetve nagyon jó a kérdése. Budapest az egy speciális helyzetben van, hiszen itt könnyebb, valamivel könnyebb az elhelyezkedés az elsődleges munkaerőpiacon. Mi azt gondoljuk, hogy alapvetően a probléma ott kezdődik, hogy a kis települések és a települések felhúzását kell elősegíteni, hiszen a közösség, a roma közösség is csak akkor fejlődőképes, ha az adott térségben megfelelő infrastruktúra, munkahely lehetőség van, hiszen oda lehet integrálni a romákat és hátrányos helyzetűeket egyaránt. Tehát én azt gondolom, hogy ezt komplexitásában kell kezelni, látni, és a település szerkezetét, illetve infrastruktúrális helyzetét kell javítani ahhoz, hogy a közösség, a roma közösség és a hátrányos helyzetűek, azért fogalmazom így, mert a romákkal azonos élethelyzetben lévők száma nagyjából ugyanannyi, mint a roma közösségen. Ugyanazokkal a problémákkal küzdenek, és valójában itt 6-800 ezer főre becsülik a magyarországi cigányság létszámát, nem tudjuk a pontos adatokat, és a velünk azonos élethelyzetben lévők száma durván ugyanennyi, tehát egy jelentős létszámról, embertömegről van szó, akiknek a kezét nem szabad elengedni, hiszen olyan nagyon az elmúlt 20 évben, és ha megenged egy kis kitérőt tennék, az elmúlt 20 évben mindig csak arról volt szó, hogy a roma probléma, a roma ügy kezelése, és nem történt semmi. Én azt gondolom, hogy zsákutca volt az elmúlt 20 év, a roma polgári tömörülés új utakat keres, új lehetőséget. Biztos nagyon sokat tévedünk mi is, hiszen új utak bejárását próbáljuk, és olyan pilot programokat próbálunk bevezetni, amely előttünk nem volt. Az új, most már mindenki tudja, hogy ez a probléma egy zsákutca, illetve ez a kérdéskör kezelése. A megoldásokról kellene beszélnünk, és arra fókuszálni, hogy hogyan lehet kiemelni ezt a közösséget. Na, erre dolgoztunk ki mi pár olyan javaslatot, ami azt gondolom, hogy életszerű, hiszen a való életbe kipróbáltuk pilot programként, szeretnénk ezt megosztani mindenkivel, aki erre fogékony, és mi a roma polgári tömörülésben tevékenykedő romák és nem romák közösen van egy szlogenünk, egy jelmondatunk, amely kifejezi azt a filozófiát, amit mi képviselünk, múltunk közös lesz a jövőben is, és ez egy olyan alapkitétel, amelyre fel lehet egy olyan rendszert építeni, amely a közös jövőképet alapozza meg, az együttműködést, a közös gondolkodást és a közös összefogásra épül, mert azt gondoljuk, hogy Magyarország jövőjét ez szolgálja, másrészt pedig az az embertömeg és az a közösség, a romák és a nem romák egyaránt, akiket parlagon hagyna, vagy nem tudunk beintegrálni a munkaerőpiacra, az egy olyan gazdasági vészhelyzetet idézhet elő, amely azt gondolom, hogy az ország érdekeit nem szolgálja. A roma kérdés az nem abszolút és nem abba a kérdéskörbe írható, hogy ez egy szociális kérdéskör, hanem nemzetgazdasági és stratégiai kérdéskörben fogalmazható meg elsődlegesen, és nem mindegy, hogy Magyarországon 10-20 éven belül milyen lesz a foglalkoztatási arány, hiszen olyan humán erőforrást tud a roma közösség is képezni, amely nagyon komoly GDP növelő hatással bír a gazdaságra is. Említett már egy programot az önök koncepciójából, ugye itt a munkaerővállalásra. Melyek azok, amelyek még segíthetik az integrációt? Ha megengedi, akkor egy pár szóval vázolnám, hogy mit jelent a mi
programunkban az elsődleges munkaerőpiacra való kivezetés. Kidolgoztunk egy olyan programot a Fővárosi Cigány Önkormányzattal közösen, ez a roma felzárkózás európai modellje, amely három alappilléren nyugszik. Az elsődleges alappillére a roma felzárkózási konzorcium. Ennek az a lényege, hogy állami, önkormányzati, magán, illetve hazai, hazánkban működő nemzetközi cégek is tagja. Jelenleg 40 ilyen vállalattal írtunk alá együttműködési megállapodást, akik nyíltan vállalják azt, hogy romákat és hátrányos helyzetűeket kívánnak foglalkoztatni lakosságon belüli arányban, létszámukat tükröző arányban. Ez egy olyan fontos bejelentés, hogy az elsődleges piacon megfelelő körülmények között, megfelelő bérezéssel tartós egzisztenciát tudunk az embereknek biztosítani, és ha egy ember egy munkahelyen el tud helyezkedni, ez már egy nagyon fontos dolog, de ezt a létszámot mi szeretnénk növelni. Remélem, hogy 2012 az áttörés éve lesz. Tehát egy ilyenfajta elköteleződés is van a vállalatok részéről. Másrészt a második alappillére az idén jellegű munkaerőkölcsönzés, az azért fontos, mert vidéken például nagyon sok helyen olyan feladatokat végeznek mezőgazdasági területen. Így van, amelyet nagyon komoly adminisztratív, logisztikai terheket ró a munkaadó vállára. Mi ezeket levesszük, és egy rendszeren belül egy olyan munkaerőt biztosítunk, amely el tudja a feladatát látni, adminisztratív és logisztikai terheket veszünk le a munkaadó vállalról, és a harmadik, talán legfontosabb pillére ennek a mentoráció. Ez azt jelenti, hogy egyére szabottan foglalkozunk minden hozzánk fordulóval, és a munkaadó profiljának megfelelően, amit megküld számunkra, hiszen vizsgálni kell azt is, hogy milyen a stressztűrő képessége, mire alkalmas, milyen adottságai vannak, úgy készítjük fel, hogy ne két napig legyen a munkavilágába, és ne a harmadik nap már azt mondják meg, hogy köszönjük szépen, nem kérjük, hanem tartósan tudjon megragadni, ezért olyan fontos láb ez, azt gondolom, ami nélkül a program nem működhet. És van még egy nagyon fontos hatás ennek az egésznek, hogy semmilyen állami önkormányzati többletforrást nem igényel, nem szociális segélyezési rendszerre épül, hanem a program önmagát tartja. Ugye itt szóba kerültek az önkormányzati források, illetve a segélyek. Ugye van egy ilyen fogalom a köztudatban, hogy megélhetési szülés. Ezt nagyon sokszor együtt említik a romákkal, illetve a vidéki településeken, hogy nagyon sok gyermekük születik a romáknak. Önök hogyan látják, ez mennyire probléma, és van-e alapja ennek a fogalomnak? Én azt gondolom, hogy ha egy picit jobban ismernék a roma közösséget és a magyarországi társadalom, és ez fontos üzeneteket tudnánk közvetíteni, akkor valójában rájönnének arra, hogy a gyerekvállalás a roma közösségen belül az értéket képvisel. És ez az érték, én azt gondolom, hogy a többségi társadalom számára is követendő példa, hiszen a magyar lakosság, magyar népesség fogyóban van. Én azt gondolom, hogy a gyermekvállalás az egy áldás, és a romák nem elsősorban szociális kérdéskörben próbálják, vagy fogalmazzák meg, és előre tervezetten erre építenek, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy a szociális segélyből és a szociális ellátó rendszerből az a szegénység újra bővített formája. És ez nem megoldás, és ebből nem lehet családokat egzisztenciálisan eltartani, ezt ma már a romák is tudják. A kormány tervei között szerepel, hogy az Erzsébet utal, tehát hogy a szociális segélyeket, illetve a családi pótlékot is Erzsébet utalványban kapnák az emberek. Hogyan látja, milyen következményekkel járhatna, vagy jó lehet-e ez a roma közösség számára? Őszintén mondom, nem láttam még a teljes törvénytervezetet, én annak ismeretében alakítanám ki erről a véleményemet, hiszen az általában a apró részekben van, és ott rejlik, bújik meg az ördög, hogy milyen rendszerben, hogyan kívánják ezt bevezetni, és hogyan próbálják ezt kiváltani. Annak híve vagyok, hogy a pénzfelhasználás, a közpénzek felhasználása
teljesen mindegy, hogy romákhoz megy, vagy nem romákhoz, az átlátható, nyomon követhető és a célcsoport érdekeit szolgálóan kerüljön felhasználásra. Tehát ezek fontos kritériumok. Ugyanakkor, ha megengedi, én egy picit tovább lépnék. Van még egy olyan programunk, amely azt gondolom, hogy kellő és előkészítés alatt el kellő figyelmet is kaphat, hiszen a romák polgárosítása elképzelhetetlen anélkül, hogy ne lenne egy olyan gazdasági háttérbázis, amire építhetek, hiszen nagyon sokan mikro-makró szinten olyan vállalkozásokat is el tudnának indítani, vagy szeretnének elindítani, amely egy létbiztonságot teremt az embereknek. Ezért a Széchenyi Bankkal közösen, illetve a Széchenyi Bank ajánlására, és én ennek nagyon örülök, felvetődött az, hogy létre kellene hozni egy roma hitelszövetkezetet, hiszen nagyon fontos alapja lenne a romák polgárosodásának az, hogy legyen egy olyan roma hitelszövetkezet, és itt külön köszönöm Töröcskei István úrnak ezt a gondolatát és felvetését, és már a folyamat elkezdődött, én remélem, hogy hamarosan ez meg is fog valósulni, és akkor nagyon szívesen beszámolok önöknek is az eredményekről, hogy egy olyan roma hitelszövetkezet jöjjön létre, amely a roma mikro-makró vállalkozásoknak hitelt nyújt, életképes vállalkozásoknak hitelt nyújt, és ezáltal integrálni tudja őket egyrészt a vállalkozói szférába, másrészt a roma foglalkoztatási arányt is tudjuk növelni. Ez mérföldkő lehet a roma társadalom életében. Az integráció és a munkavállalásnál nagyon fontos az oktatás, hiszen az alapok a legfontosabbak, illetve a szakképzés. Az Európai Unió roma stratégiájának is ez az egyik alappillére, hogy az oktatáshoz való hozzáférést biztosítani kell minden országban a romák számára. Hol tartunk mi most? Vannak-e jó példák esetleg vidéki településeken, vagy akár a fővárosban is, ami követendő lenne? Nagyon nehéz kérdés, hiszen az iskoláról iskolára változik ez a fajta hozzáállás. Én azt gondolom, hogy alapvetően a minőségi oktatáshoz való hozzáférés lehetőségét kell biztosítani mindenki számára, ezen belül a romák számára is. Nagyon fontos lenne az, hogy nagyon sok szakkollégium is van, felsőoktatási. Én még nem találkoztam, és ez is egy kezdeményezésünk lesz hamarosan, illetve már kezdeményeztük azt is, hogy legyen egy roma szakközépiskola, ahol romák és nem romák közösen együtt tudnak tanulni, hiszen nagyon fontos értékeket kaphatnak, és fel tudnak készülni mondjuk egy főiskolai egyetemi felvételére is egy bentlakásos roma szakközépiskolával. Mi nézzük azokat a fővárosban azokat a lehetőségeket, és ahol a 20%-ot meghaladó roma tanulók aránya megvan. Hát azt látjuk, hogy speciálisan nagyon sok olyan iskola van a kerületi szinten is, amelyek elkötelezettek, a pedagógusok elkötelezettek. Én azt gondolom, hogy a pedagógusokat is nagyon meg kellene becsülni és tisztelni azért az áldozatos munkájukért, amit végeznek ezen a területen. Tehát nagyon fontos, hogy egy teljes áttekintés kellene ebben az ügyben is, hogy hol vannak azok a hiányosságok, hol lehet a rendszerbe, az oktatási rendszerbe úgy integrálni a roma fiatalokat, hogy bent maradjanak, hogy eredményesen tudják elvégezni, és ugye ki kellene termelődni egy olyan csúnya szó, de valójában ez van, ki kellene termelődni egy olyan roma elit rétegnek, amely a közösséget magával tudja húzni, illetve pozitív példákat tudunk eléjük állítani, ami követendő. Ezért van a Fővárosi Cigány Önkormányzatnak is, és a roma polgári tömörülésnek is három olyan jó szolgálati nagykövete, mert próbálunk pozitív példákat és Karamel. Üzeneteket. Így van, Molnár Ferenc Karamell, ifjabb Sánta Ferenc, Kossuth Díjas Prima Primissima díjas hegedűművész és cigányprímás, és Gomez a táncos, akiknek nagyon sokat köszönhetünk, hiszen vannak olyan programjaink, amely a fiatalokat célozza meg, a roma polgári tömörülés csinált ilyen programot is az egymás szemében. Ez egy olyan iskolai program volt, ahol elmentünk a fővárosi iskolákba, és Karamellel közösen beszélgettünk a gyerekekkel, hogyan látják a roma magyar együttélést, kinek vannak, stb., hogyan tolerálják egymást, és én azt gondolom, hogy ezek olyan
pozitív élmények voltak számunkra is, és a gyerekek számára is, hogy már ott abban a körben, a gyerekek körében, sokkal, különben sokkal tisztábban és világosabban látják néha a gyerekek a helyzetet, és a sokkal több, mint így van, mint a felnőttek, és sokkal jobban tudják lereagálni, és sokkal tisztábban, világosabban fogalmaznak. Én azt gondolom, hogyha ott kezdjük el iskoláskorba, több ezer gyereket értünk el ezzel a programmal, akkor ezek sikeres együttműködés alapjait képezhetik. Másrészt nagyon sok olyan programunk is volt, amely azt célozta meg, hogy az adott közösségek, és itt megint roma és nem roma, nem szeretem ezt használni, de kénytelen vagyok, mert én legalább annyira vagyok magyar ember, mint cigány ember is, de valójában ez a kettős identitás határozza meg a mi felfogásunkat, és a roma közösség helyzetét is, ezért van sokakkal ellentétben, ezért van arra szükség, hogy a magyarországi cigányság Magyarországon fog élni, nem fog elmenni, és ennek az alapja az, hogy a közös jövőt együtt tudjuk építeni. Volt szerencsém Karamellel interjút készíteni pont egy ilyen program kapcsán, ő volt annak is az arca, és ő azt mondta, hogy nagyon fontos, hogy jó példával járjon elő, tehát hogy minél többet beszélgessen ugye gyerekekkel, ahogy ön is említette, és ő még kiemelte azt, hogy nem felejtette el soha, hogy honnan jött, és nagyon-nagyon sokat segít a családjának, és gyakran jár vissza oda, honnan jött. Mennyire lehet az jó példa, hogy olyanok, akik már jobb helyzetben vannak anyagilag is, munka szempontjából, segítik a családjukat, illetve a hozzátartozókat? Karamell az egy unikum, tehát nagyon közel áll hozzám, és nagyon tisztelem és szeretem, és a munkásságát azt gondolom, hogy mindannyian elismerjük. Ő tényleg egy olyan pozitív példa, amelyre mindannyian büszkék lehetünk, de hát számos ilyen példa van a hazai és a nemzetközi világban elismert művészeinkről, Schnittberger Ferenc például, Szakcsi Lakatos Béla, Babos Gyuszi, akik azt gondolom, hogy az életútjuk, a pályájuk, az így van, ez egy olyan pozitív üzenet példa, amely mindannyiunk számára követendő, és annak nagyon örülök, hogy ezek az emberek soha nem tagadták meg cigányságukat, és a cigány közösséghez való kötődésük mind a mai napig erőteljes és élő. Karamellre ugyanez vonatkozik, hiszen a családját is megpróbálja kiemelni, kiemelte, és egy olyan új távlatokat nyitott, új lehetőséget a szűkebb és tágabb környezetének, amellyel élni tudtak, és egy új lehetőséget kaptak. És tisztelem azért is Karamellt, mert ugye bennünket megkeresnek különböző vállalkozók, és akik egyetértenek a céljainkkal, és ilyen volt a devecseri iszapkárosultak megkeresése is, illetve a roma polgári tömörülés és Karamellel közösen vittünk le különböző háztartási kisgépeket a rászorultaknak, romáknak és nem romáknak egyaránt, illetve olyan a Fóti gyermekvárosban is egy meghatározó élmény volt számunkra, amikor karácsony amikor sikerült lejuttatnunk különböző játékokat a gyerekeknek. Ezek olyan élmények, amelyek az embert mindig egy picit tovább lökik ezen az úton, hiszen ezzel gazdagodunk, illetve az is egy megható érzés volt, amikor a daganatos gyerekeknek sikerült egy kis mosolyt csalni az arcukra, és Karamell természetesen ebben is részt volt, úgyhogy innét üzenem neki, hogy köszönet a jó szolgálati tevékenységért, és hogy nem felejtette el azt, hogy honnét indult. Köszönjük szépen a beszélgetést, és hogy itt én volt. Is köszönöm. Önöknek is köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra. Vendégeinket a City Taxi szállította.